Lezuhant egy helikopter egy óvoda mellett a Kijev melletti Brovariban. Eddig 18 halottról és 29 sérültről, köztük 15 gyermekről adtak hírt. A rendőrség jelentése szerint a Brovari helikopter szerencsétlenségben az ukrán belügyminiszter, a helyettese és egy államtitkár is életét vesztette. A Suspilne állami műsorszolgáltató a rendőrség tisztviselőit idézve arról számolt be, hogy a halottak közül 9-en a helikopter fedélzetén voltak. Ihor Klimenko, Ukrajna nemzeti rendőrségének vezetője megerősítette. A repülőgép szerencsétlenség következtében meghalt a belügyminisztérium vezetősége, a miniszter, az első miniszter helyettes és az államtitkár. Juri Ignát, az ukrán légierő szóvivője elmondta, hogy a Kijev környéki Brovariban lezuhant helikopter az állami katasztrófavédelmi szolgálat feladatait látta el. Різними спеціальними завданнями, не лише всередині країни, але і ближче там до бойових дій. A kárpátaljai magyar óvodások, iskolások és egyetemisták ezután megemelt összegű oktatási nevelési támogatást fognak kapni, nyilatkozta a TV21 Ungvárnak Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A politikus elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére a programot átalakítják, és a keretében nyújtott támogatást pedig megtöbbszörözik. Első intézkedésként az orosz-ukrán háború negatív hatásait elszenvedő, de szívósan kitartó kárpátaljai magyar családokat szeretnék kiemelten támogatni, ezért a kárpátaljai magyar óvodások, iskolások és egyetemisták még ez év januárjában egyszeri, megemelt támogatásban részesülnek. 2022. novemberében volt az utolsó 20. magyar állandó értekezlet, már ott is elhangzott Orbán Viktor miniszterelnök úr javaslatára az oktatási nevelési támogatást, a szülőföldön magyarul programnak a támogatását a magyar kormány megemeli, jelentősen emeli meg. Ez 23 őszétől jut el minden a magyar oktatásban járó óvodáshoz, iskoláshoz, középiskoláshoz, illetve a felsőoktatásban tanulókhoz, de a kárpátaljaiak már most januárban megkapják ezt az emelt összeget, mégpedig 100 ezer forintot. Ez a 100 ezer forint egyébként több mint háromszorosa a mostani összegnek. Reméljük azt, hogy ezzel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy mind a szülők, mind pedig a gyerekek kitartsanak Kárpátalján, és a gyerekek ne hagyják ott a magyar oktatási intézményeket. Elérkezett az ideje, hogy több felszerelést biztosítsunk és harckocsikkal lássuk el Ukrajnát, jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Charles Michel a tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács decemberi csúcs találkozójának eredményeit értékelő EP vitán elmondott beszédében hangsúlyozta. Ukrajnának több katonai felszerelésre van szüksége. Az Európai Unió mindaddig pénzügyi és katonai segítséget nyújt Ukrajnának, ameddig arra a megtámadott országnak szüksége van. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédében kiemelte, részben már sikerült felszámolni a függőséget az orosz energiától, az Európai Unió továbbra is elszánt az orosz fosszilis tüzelőanyagok teljes kivezetése és az energiárak csökkentése mellett. Utolsó útjára kísérték a szlovákiai Losoncon Durai Miklóst, felvidéki magyar politikust, közírót, egyetemi tanárt, Eszterházy János óta a felvidéki magyar közösség és politikai élet legmeghatározóbb személyiségét. A gyászolók hosszú sorában ott volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök feleségével Lévai Anikóval, valamint Kövér László házelnökkel és Lezsák Sándorral, a magyar országgyűlés alelnökével. Orbán Viktor az MT-nek eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: Durai Miklós elszántan küzdött az emberi és nemzetiségi jogokért, hiszen számára gyermekkorától fogva ezt az utat jelölte ki Úristen. Mindig hálásak leszünk neki, hiszen az ő kezdeményezéseinek köszönhetően a határon átívelő nemzetpolitika olyan sokáig elképzelhetetlennek tartott vívmányai születhettek meg, mint például a magyar állandó értekezlet vagy a magyar igazolvány, emelte ki a levélben Orbán Viktor. Durai Miklós végső búcsúztatóján jelen volt Brenzovics László, a KMK elnöke is, aki a TV21-nek úgy fogalmazott, hogy Durai Miklós a kárpátaljai magyarság számára fontos személyiség volt. Durai Miklós a határozói magyarság egyik meghatározó személyisége volt a Szovjetunió szétesése után, és hát végül is a kárpátaljai magyarság számára ugye fontos személyiség volt, annál is inkább, mert ugye mi kárpátaljai magyarok a felvidéki közösséggel voltunk egy államban,
Csehszlovákiában akkor, és akkor ugye Esterházy, gróf Esterházy János volt a meghatározó személyiség, és neki a tevékenység is kiterjedt Kárpátaljára is. És hát Miklós nagyon sok olyan dolgot képzelte el, volt víziója a Határhatárolt Német Magyarságnak a jövője kapcsolatban, és hát kevesen tudják, nagyon sok mindent köszönhetünk neki. Ő volt az, aki ezt a magyar állandó értekezletnek a gondolatát felvetette, és részt vett ennek a létrehozásában, és ő volt az, akinek az elképzelés alapján megszületett a határhatárolt magyarokról szóló törvény, a úgynevezett státusztörvény, ami egy hatalmas lépés volt a határhatárolt magyarság és az anyaország kapcsolatában. Úgyhogy nagyon jó viszonyban volt a Kárpátaljai magyarság vele, sokat segített számunkra is, és hát azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon fontos személyiséget temettünk el ma, és szerintem azok a gondolatok, azok a víziók, amelyeket ő kitalált, amit ő kiállt és próbált képviselni, azok meghatározzák most is az egész határhatárolt magyarság és az anyaország kapcsolatát, politikáját. Úgyhogy az emlékét megőrizzük.